Mindannyian elmúltatok 30 évesek, és az a kérésem, hogy semmiképpen ne vonuljatok vissza, de hogy gondolkodtok-e azon, hogy mi történik majd, amikor esetleg a testetek már elkezdi azt üzenni, hogy talán egy picit vissza kéne már fogni az élsportból. Ha jól emlékszem, amikor múltkor beszélgettünk, azt mondtad, hogy most mész targonca vezetői tanfolyamra, volt egy ilyen is, hogy nem tévedek? Az nehéz gépkezelői volt. Bocsánat. Abszolút irreleváns a dolog jelen esetben. Lévén, hogy akkor még nem volt olimpiai érme, most azért sokkal több kapuk kinyílt. Viszont azt vallom, hogy a papír az nem kér kenyeret, tehát ami esetleg egy kicsit is foglalkoztat titeket, azt csináljátok meg, legrosszabb esetben ott fog elállni a polcom. És visszatérve az olimpiai éremre, ahogy említettem, nagyon sok kapu kinyílt, úgyhogy konkrétumot nem is tudnék, meg nem is, ha tudnék sem, mondanék. Ahogy dobni fogja a gép. Nyilván én is érzem, hogy fárad a testem. Ameddig bírom, addig csinálom, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.